Üdvözlök mindenkit, most itt vagyok Szemedetelep állomáson, és itt mögöttem megy a pálya Ferihegy felé, és van itt két, ugye, mutatom ezek itt ilyen elveszett vágányok. Úgyhogy ott véget érnek a gazba egy idő után, de mindjárt meg is mutatjuk. Errefele. Onnan jöttem, az ott a háttérben már Ferihegy. Hát ilyen most csak ott állt meg a vonat, azért kellett ide, innen visszagyalogolni Szemedetelepre. Szemedetelepre csak óránként egy vonat jön, és ahelyett, hogy váltam volna még vagy 40 percet a következő, de inkább visszagyalogoltam, és igen, az ott már Ferihegy. És akkor így egyszer csak így ezek a vágányok így eltűnnek a gazba. Ez még a régi Szemedetelepi állomáshoz tartozott, de már régóta nincsenek használatban. Valahol kicsit odél van még egy errefele egy kiágazás, ahol ugye a repülőtérre bevezető iparvágány megy. Azt viszont használják, mert kerozint meg az állítmányok azon is érkeznek a repülőtérre. Manapság már nem kizárólag, mert van vezeték is. Amint ilyen érzéki olajvezetékre vezetve, és azon is megy be. És ez itt már a peron. Itt Szemedetelep állomás. Tehát igen, a szokásos felújítás után maradt két peron, ugye. Ugye ez már csak megálló hely, már ugye állomásként nem használják, úgyhogy van a két átmenő vágány, és akkor a többi ez itt már, ami itt van. Ez egyébként a videónk egyik témája is lesz, a Burma. Az ugye itt ágazott ki. Valahol, tehát ez még a Burmához tartozik. És az lesz majd a mai videónknak a fő témája, de lehet, hogy megint úgy csinálom, mint a múltkor, hogy lesz egy külön videó Szemedetelepről, magáról a megállóhelyről, és majd később egy másik videóban lesz a Burma. Ezt majd még később eldöntöm, és most úgy veszem fel, hogy ezt így meg tudjam oldani, és akkor ugye ott is látszik egy valahol tonál, a földkúpnál is volt egy mellékvágány, ami már szintén nincs meg, hát ugye Szemedetelep régen ugye állomás volt, és ugye voltak itt innen kiágazó vágányok, meg elágazások, de már nagyon régóta csak megállóhelyként üzemel. És itt a peron másik végén, de majd át fogok menni ott az átjárón, és megmutatom, ott itt meg volt még a régi épület, és egészen 2013-ban még biztos, hogy megvolt. De már akkor se vasúti célból, tehát a vasút már nem használta, hanem működött benne sokáig egy kocsma. És amikor a kocsmát bezárták, akkor lett gazdátlan az épület, és hát utána elkezdték szétlopkodni. Arról is vannak régi felvételé, majd megkeresem és be fogom őket ide vágni a videóba valahol. Ott így annyi volt a lényeg, hogy egyre jobban elkezdték szétszedni az épületet. Gyakorlatilag amikor már a cserepeket is leszették, meg már a falakból a vezetéket is kiszedték, és már elkezdték a téglákat kiszedegetni, akkor bontották le. És volt itt egy őrhely is mellette. Az még lehet, ja, de most éppen nem látom, de talán az még megvan, majd kicsit közelebb megyünk, akkor majd meglátjuk, hogy megvan-e még. Ezek viszont már újonnan épültek ide. Itt maga ez a szokásos perontető, ez még talán még tavaly vagy tavaly, nem sokkal járt, hogy utoljára, de akkor se volt itt. Hoppá, és valami felirat is van. Ugye nem is a szokványos, mert hát szerintem mindenki tud olvasni, úgyhogy majd elolvassátok. Hát érdekes minden esetre. Lehet, hogy a szemere leosztotta a lapokat, Golf felütötte a kártyát, egyke volt, hát igen. De nyilván ugye a szemeréről szól. A szemere Miklós, hát lehet, hogy róla nevezték el ezt a városrész Szemedetelepnek, és vele együtt ugye a vasútállomást is. Csoki klubban, azaz, még a Dallas is befigyel. Hát, ezek a szokásos vágányzári információ. Ja, ez lehetett az, hogy
Ugye már Kaba meg Hajdú Szoboszló, egyébként annyi érdekesség volt még, mikor ide jöttem, hogy Kőbánya alsónál egy vágányozás volt, mert minden vonat a B vágánynál jött, az is, ami egyébként Pest felől jött, és a másikra kellett volna mennie. Azt hittem, hogy erről van kint valami, de nem. Hát egy kicsit, jó, ott a szemközben van egy ugyanilyen, és egy vonat is fog jönni, de ha úgy látom, igen, állnak az autók az átjárónál. Hát, hogy meglátjuk, majd levideózom nektek, hogyha ami jön. Láttátok, elment egy vonat az előbb. Nyílik fel a sorompó, vagy nem nyílik fel, akkor még a másik oldalt is jönni fog valami. És egyébként itt ez látszik, hogy azért ezt a csatlakozást visszaépítették. És rendesen be is van ide építve. Sőt, még kapott ilyen gumielemes, ilyen estrél átjáró tettakat is. Mert miért ne? És az ott a burma a háttérben, a mai videó fő témája, és ilyen érdekes, hogy besatlakozását megcsinálták neki. Nem mint, hogyha bár, ki tudja, hogy miért, hát ugye nem vágták el teljesen a lehetőségét annak, hogy itt újra lehessen vonatokat közlekedtetni, még egy jelzőt is kapott ott van a háttérben. Az is egy teljesen új jelző, amit oda tettek. Meglátjuk. Most az akkor nézzük meg itt a többi részét az állomásnak, átmegyek majd a másik oldalra. És akkor ott mehetek. Ott is egy ugyanilyen ilyen fedett esőbe álló van. Hát ugye ez most lemes helyén. Viszont nincsen jegykiadó gép, mert emlékszem, hogy egyszer fölraktak ide egyet. Még az állomás épület hűlt helye elé, amikor lebontották, aztán utána azt megrongálták, és azóta itt nincs ezek szerint. De majd a később visszatérünk. Értem ide az útátjáróhoz. Látszik, hát itt ez a P plusz elparkoló. Ugye itt erre futotta, de legalább van. Azért, innen a környékre, mert főleg egy ilyen, nem is mutatom, ez ilyen keletvárosi rész inkább, de valószínűleg így messzebbről azért egy páran járnak ide idáig autóval a vonatig. És egyébként ez az érdekes, hogy ennél az átjárónál régebben egy ilyen tekerősorompó volt, rendesen ott volt a bakterház, ahol az a szürke doboz van. Nagyjából, valahol ott, ami a nyomait is megtaláljuk. És innen kezeltek egy teljes sorompót egyébként. Akkoriban ez egy ilyen nagyon híret kereszteződés volt, egyébként ott is van rajta a tábla, hogy 10 percen túl is zárva tartható, még most is. Így csak ugye a tekerősoromponra nem lehetett olyan gyorsan nyitogatni, meg zárogatni, mert így ott mások a szabályok. Tehát gyakorlatilag a vonat érkezés előtt 4 percen már le kell engedni, egyébként itt van, hogy melyik azok az időszakok, amikor hosszabb zárva tartásra lehet számítani. Ugye elég sűrű a vonatforgalom, ez ugye a 100-as fővonal, és ez egy elég forgalmas elővárosi. Itt nagyon gyakran jönnek vonatok, plusz rengeteg a tehervonat is errefele. Nem meglepő, hogy egyébként Kőbánya Kispest fele arra kell menni. És akkor majd mindjárt mondom a többit, hogy ezt a tekerősé, vagy a kézi vezérlési soronfót már 2007-ben eldöntött volt, amikor először kapott felújítást a 100-as vasútvonal, meg kiépült Ferihegy megálló, hogy azt kiváltják fénysorompóval. Hogy neked ne kelljen sokáig zárva tartani. Viszont ugye a fénysorompó 2007 óta itt volt, de még vagy legalább 6 évig nem volt beüzemelve, mert az NKH nem engedte meg. Lából az, hát volt ilyen, hát ki tudja, hogy milyen, mert kitalálták azt, hogy csak akkor járulnak hozzá, hogyha ebbe a kereszteződésbe itt, amit most is láttok, ugye ez a jelzőlámpás egy dolog felépül, ami igazából akkoriban úgy tudom, hogy teljesen felesleges, meg ugye minek, de mert nincs itt akkor a forgalom, de ugye ott a felüljárom az a gyorsforgalmi út a Ferihegy fele, tehát a forgalomnak a nagy része azon megy. De ragaszkodtak hozzá, hogy nem lehet, és akkor azért kell ezt a jelzőlámpát, hogy ott is van, látszik ide építeni, hogy
a jelzőlámpa is pirosat jelezze, ne csak a fénysorompó, mert lehet, hogy egy nem elég. De hát aki ennyire hülye, hogy a pirosba belemegy, az két pirosba is bele fog menni, tehát igazából sok értelmét én nem látom ennek, de az NK úgy gondolta, hogy nem, akkor addig mutatott a kerülsorompó, meg a 20-30 perces lezárások. Aztán végül mégis megépült, és a fénysorompót is beüzemelték, a bakterházat pedig elbontották. Nem így átják, megnézem, hogy hát találok róla még valamit. Itt lehetett kb. Az alapja, meg itt volt a hajtóműve a sorompónak. És itt ezen a részen volt végén a bakterház, innen kezelték a teljes sorompókat. De másodjét, ja igen, hát ennyi. Szerintem itt lehet, itt ez a kábel, ez még ahhoz tartozott, magához a bakterházhoz. De hát így más látható nyoma itt nem maradt. Ugye lebontották, hogy ne akadályozza a kilátás, meg nem volt már rá szükség. Viszont itt is volt egy őrház szembe. Ott a másik ilyen kapcsoló szekrénynél. Ja, és egyébként itt van a 200, ez a repülőtéri express busz. Ott látjátok, az is erre jár. Most már, mert ez itt megáll. Megáll, hiszem, a telep előtt is. Ezek szerint megáll. Ugye ezzel az ott új reklámoztak, hogy gyorsan a belvárosba a Ferihegyi repülőtértől, és egyébként ez még működik is. Aha, és akkor látjátok, megint átváltott. Úgyhogy mindjárt jönni fog egy vonat. Lámpa is pirosra váltott, a fénysorompó is. Úgyhogy mindjárt jönni fog egy vonat. Igen, általában a késleltetés 12 másodperc szokott lenni, mikor elindul lefele a sorompólúd is. És ugye ott is rajta van, hogy 10 percen túl is zárva tartható. Ez egy elég forgalmas átjáró. Egy tehervonat fog jönni. Mégpedig ez egy magányos gépmenetes. Elpróbáljuk fotózni is. Igen, a CERN-nek az egyik montánája volt. Jól láttam a 100-as. Belekezdtem az előbb, hogy itt is volt egy ilyen kisebb ilyen őrházszerűség, vagy szerintem az régebben térköző hely lehetett, vagy szolgálati lakás. De itt volt egy ilyen kisebb ilyen épület. Hát ebből se sok maradt. Pedig pincéje is volt, így emlékszem, még voltam is lent. Annó, majd mondom, majd elő fogom keresni a régi képeimet róla, és akkor majd abból itt vágok bele a videóba. Egyébként itt volt a bejárata. Itt, ahol látszik. És errefele volt maga az állomás épület. Ja, itt. Nagyjából valahol ott, ahol. Volt, és még volt ilyen hozzáépített kívülési része is, hát ugye az nem a eredeti tervek szerint volt, hanem azt a kocsma építette oda. Megint állnak a pirossal. Ja, nem, na jó, akkor. Ja, a sodompól út fenn volt. És ugye itt nagyjából látszik itt, ahol itt kihagyva, hogy hol volt az eredeti épület. Tehát most nagyjából itt sétálgatok a helyén. Ide ronda. Valamelyik balom ezt is összefirkálta. Ahhoz, hogy törném le a kezét az ilyeneknek. Jövő vonat is. Szerintem az is egy megállós lesz. Aha, ez meg fog állni. De bizonyám, hogy meg fog. Látszik, hogy olyan sokan nem szálltak fel erre se, de azért most már két köznapokon nyilván többen vannak. Most 5-en leszálltak erről a vonatról is, ami a nyugati felől jött. És akkor nézzük meg mindjárt ezt a másik esőbeálló, de szerintem ugyanaz, mint a másik.
Aha, de még ugyanaz a felirat is. Viszont szerintem ide lehetne rakni egyébként jegykiadó automatát. Tehát lehet, hogy egyszer majd lesz is. Mert majdnem mindenhol. Ja, ez pedig ugye szemetes. Ez a szelektív hulladékgyűjtő, de van. Remélhetőleg üdítik is néha. És ugye éppen most ugye, na ott, hát igen, ennyien szálltak le a vonatról, ott látjátok mind az öt embert. És hát ugye itt akkor megérkeztünk megint a peron végére, és akkor ennyi volt ez a kis megállóhely. Sokkal többet még nem is nagyon lehet róla elmondani. Ugye hát a régi... hát majd a régi épületről, meg itt erről a kis öletházról majd rakok föl képeket. Mert itt... akkoriban azért jártam ide, főleg amikor bontották az állomás épületet, hogy volt amikor hetente jártam el, és akkor látszik, hogy minden héten egy kicsit kevesebb volt belőle, és az egyébként illegális bontás volt végig. Tehát gyakorlatilag lopták, amit még lehetett. És amikor már nem volt mit ellopni, akkor meg téglánként kezdték el széthordani. És hát utána meg, amikor már alig volt mit elbontani, akkor ugye jött a hivatalos bontás a MÁV-tól, és elbontották. De hát meglátjuk. És erről vannak régebbi képeim, és csak ugye össze kéne őket szedni. Sőt, még akkor is, szerintem még arról is van, amikor még üzemelt benne a kocsma. Az olyan kb. 5 éve volt, amikor erre jártam, és még ott ugye vettem italt a kocsmába, amikor éppen fogytán voltam itt egy nagyobb ilyen mászkálás után mindenből. És egy hagyományos olcsó kocsma volt akkor. Sőt, azt hiszem, hogy még vonatjegyet is lehetett a kocsmába menni. Volt, akkor még léteztek ezek a korlátozott menettartomok, és nem hogy hívták, ez a jegyek, amik úgy néztek ki, hogy még ezek a régi, ilyen előre gyártott ilyen kutyanyelves jegyek voltak, amikben a kilométereket jól lóval vágták le, és ennél ez a kocsma úgy működött a KMS, hogy csak bizonyos kilométerig volt jegyük. Tehát azt hiszem, hogy volt, betálasztak pár 10 km-eset, és akkor azokat lehetett itt megvenni. Hogyha tovább utaztál, akkor meg szólni kell a kalauznak, hogy egészítse ki a vonaton díjmentesen. Ez valami így működött, azt hiszem, hogy volt hiszem 10 vagy 20 km-es, talán, hogyha nyugatiba akartál bemenni, akkor arra még elég volt. Vagy hogyha elmentél még Vecsésig vagy Üllőig, arra is elég volt. De hogyha messzebbre akartál innen utazni, akkor nem tudtál jegyet venni. Csak ilyen KMS-et, amit majd a kalauz kiegészített. De azért az érdekes lett volna kipróbálni, azt az akkor kellett volna, amikor még itt voltam és üzemelt a kocsba, hogy milyen szép lett volna azt mondani, hogy kérek egy korsó sört, meg egy vonatjegyet. Az idejeként sok helyen volt ilyen, ezt erről már máshol is hallottam, hogy volt ilyen, hogy kiadták ilyen kisebb restiknek, meg ennek a jegyárusítást ilyen KMS jegyekkel. És de érdekes lett, de akkor... Szerintem így mondhatni az állomásban, vagy megálló bemutatás végére is értünk. Hát szerintem csak a lámpapiros egyébként, igen, mert ugye az NKH az még így is kérte, hogy a vasúti átjáró elé tegyék a piros lámpát. Nehogy valami barom, hogy ahogy ott lenne, akkor ugye jó magyar szokás szerint, hogy a birkák beállnának ide a sinekre, és akkor esetleg is nem tudnának róla lemenni, mert jó, hát ismerni kéne a kereszt is, ugye, mert ugye benne van, hogy akkor mehetsz a vasúti átkelőről, hogyha el is tudod azt hagyni, de hát hányszor láttam már ilyet én is, hogy arra szól a sor, rámegy a sinek, de csak hogyha pont akkor vált pirosra, vagy akkor jön mondat, akkor mit csinál? Tehát ugye, na, még egyszer egy ilyen látkép, és akkor szerintem ezzel is köszönhetek. Ennyi volt a szemedetelepi állomás bemutatása, hát vagyis hát jó, megszokásból mindig állomás mondok, de egyébként megálló hely. Hivatalosan. Bár mondjuk, hogy ezt laikusok nem igazán tudnak különbséget tenni, meg igazából az átlag egyszer utas nem is érdekli. Ugye, de magának a buszmagárónak is az a neve, hogy szemedetelep vasútállomás, tehát nem nagyon foglalkoznak ezzel. Ugyanúgy, ahogy például a 7-es busznál is, meg a többi arra járulás, ugye az Zugló vasútállomás, a BKV-s buszmagáró neve, pedig az se állomás, hogy a megálló hely, de hát nem érdekel senkit, tehát ugye
közdérbe tulajdonképpen mindegy. Úgyhogy akkor szerintem ezzel el is köszönhetünk, ja, hogyha nem fordítva tartom, akkor engem se fordítva láttok, úgyhogy sziasztok, ez lett volna a szemedetelep vasútalmas bemutatása. Én most még tovább megyek a Burma vasúton, arról is csinálok videót, de az már egy másik videó lesz, ez nem, sziasztok.